Hölgyeim és uraim, kedves szegediek, tisztelt vendégeink! Az elmúlt két év viszontagságai után fölemelő érzés végre újra korlátozás nélkül együtt ünnepelni. Az elmúlt két évben az egész világ, hazánk és Szeged is olyan kihívással kellett megküzdjön, amelyre korábban, de legalábbis a mi életünkben még nem volt példa. De most, két év után újra megtarthatjuk a Szeged napja ünnepség sorozatot. Szeged mindig gyönyörű, de ilyenkor, tavasszal, szabadságának ünnepén talán még a szokásosnál is szebb. A parkjaink és tereink virágba borulnak, zászlók díszítik a városházát és a belvárosi hidat, széles útjainkon és a kisebb utcáinkban is kizöldültek a fák. A szegediek és a hozzánk érkező vendégek megtöltik élettel, örömmel és szeretettel a városunkat. Szeged több mint 300 évvel ezelőtt a törökök kiűzését követően nem nyerte vissza azonnal a szabadságát. Nem kapta vissza rögtön szabad királyi rangját. Szeged hosszú éveken át a törökök elleni háború határvárosa volt, és az ide rendelt császári katonák és vezetők erre hivatkozva erősen szorongatták a szegedi polgárokat. A császár emberei a városunkat megillető jogok korlátozásával, törvényteredül kivetett adókkal, hivatali akadékoskodással és számos egyéb módon bosszantották az itt élő embereket. De hozzánk hasonlóan már elődeink is konok és makacs emberek voltak, ha veszélyben érezték legfontosabb értékeiket. Márpedig a szegedi polgárok a szabadság iránti vágyukat semmilyen körülmények között nem adják fel. Így aztán összefogtak, és apránként, de folyamatosan haladva, több mint 30 éven át küzdve érte, végül sikerült visszaszerezniük, megerősíteniük városunk régi rangját és szabadságát. Erre emlékezünk ma, ezt ünnepeljük Szeged napján minden évben. 1719. május 21-én városunk visszanyerte régi jogait, szabad királyi városi rangját. Szeged pedig soha nem látott fejlődésnek indult ezt követően. Hölgyeim és uraim, elődeink a történelmünk során sokszor megvívták harcukat hazánk és városunk szabadságáért. Így tettek a törökök kiűzését követően is, mert tudták, hogy Szeged fejlődése és szabadsága kéz a kézben jár. Ha nincs önállóság és szabadság, akkor nincs fejlődés sem. Tudták ezt a szegediek 300 évvel ezelőtt, tudták az 1848-as forradalom idején, tudták 1956-ban, a 89 rendszerváltás idején, ahogy tudjuk most, 2022-ben is. Szeged idén áprilisban is összefogott és kiállt legfontosabb értékei mellett. Ahogy az elmúlt 20 évben folyamatosan, most is sikerült megvédenünk szabad, szolidáris és európai városunkat. Köszönöm városunk minden polgárának, hogy nem csak a járvány ellen vívták meg példás fegyelmezettséggel a küzdelmet, de Szeged szabadságát is sikerült megvédenünk és megerősítenünk újra. Hölgyeim és uraim, kevés olyan város van az országban, amely ilyen nehéz körülmények között kettős szorításban is fejlődni tudott. Mert a járvány mellett a központi megszorítások is megkeserítették az elmúlt két évben a mindennapjainkat. Mi azonban a világjárvány és a gazdasági válság ellenére sem torpantunk meg az elmúlt két évben. Városszerte felújítottuk rendelőinket, korszerűsítettük kölcsöneinket, óvodáinkat és iskoláinkat is, miközben a koronavírus, a szomszédunkban dúló háború, az egekbe szökő infláció egyre nagyobb terhet ró a magyar családokra, mi megerősítettük szociális ellátó rendszerünket is. Míg az állami szociális ellátás lényegében megszűnt, mi idén 1 milliárd forint helyett már 1,2 milliárd forintot fordítunk a rászorulók támogatására. Ez arányában a legtöbb az egész országban. Folytatjuk az önkormányzati lakások felújítását, hogy segítsünk a fiataloknak és a rászorulóknak otthonra találni. Minden általános iskolás gyermek tanévkezdését 10 000 forinttal támogatjuk továbbra is.
idősek támogatási rendszerét kibővítettük, újabb 4500 szegedinek tudunk így segíteni. Idén ősztől nem csak a nyugdíjasok, hanem a rokkant járadékosok is megkapják a város 10.000 forintnyi támogatását. És minden városrészben fontos fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Történelmi belvárosunk fontos helyszínei születtek újjá az elmúlt időszakban. Újra parkosítottuk a Stefániát, a Móra Parkot és a Roosevelt teret. A Móra Ferenc Múzeum a régió legszebb és legmodernebb kiállító helyévé változott a felújítás követően. Megújult a Tiszalajos körút is, végre elkészült az új uszodánk, a Vértó körüli futópálya, sport és wellness park több tízezer embernek nyújt ingyenes sportolási lehetőséget. És még hosszan sorolhatnám a városrészi fejlesztéseket. A megyeszékhelyek közül nálunk a legmagasabb a foglalkoztatottság. És nem túlzás azt állítani, hogy Szeged a legzöldebb magyar város, de szeretnénk, hogy még egészségesebbé és még fenntarthatóbbá váljon otthonunk. Ezre szegediek, 7 év viszontagságaink után ma újra együtt ünnepelhetjük a büszke, szabad, európai Szegedet. És nem túlzás azt állítani, hogy ez alatt az idő alatt is Szeged szebb és erősebb lett, mint volt. Ami nagyban köszönhető, hogy olyan kiválóságai vannak városunknak, mint az idei év kitüntetettjei. Kedves szegediek, tisztelt ünneplők! Az idei év díszpolgára Szajbéli Mihály, a Szegedi Egyetem kommunikációs és média tanszékének alapítója. Nem csak tudományos munkájával és tanszékvezetőként érdemelte ki ezt, hanem emberként is. Igazi szegediként, aki minden körülmények között kiáll egyik legfontosabb értékünk, a tudományos élet, az oktatás szabadsága és függetlensége mellett. Akkor is felemeli hangját az igazság érdekében, amikor a többiek nem merik. Ezzel igazi példaképe és vezetője közösségünknek. Neki és a hozzá hasonló bátraknak köszönhető az, hogy Szeged évszázadok óta a szabadság városa. Kiállásával, emberségével és az egyetemünk szabadságáért végzett küzdelmével egy egész város tesz büszkévé. Köszönet, köszönet értem. Budaerdőt nem kell bemutatnom a szegedieknek. A járvány legaggasztóbb idejében is üdítő volt hallgatni tiszta, világos érvelését. Szentgyörgyi Albert szerint a tudós feladata nem csak az, hogy a maga tudományát művelje, de ott kell tartani a tekintetét az államélet horizontján, és segédkezet kell nyújtania a politikusnak problémái felismeréséhez és megoldásához. Duda Ernő nem csak a szegedieknek, az egész országnak tudott fontos, az életünket döntően befolyásoló segítséget nyújtani. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont alapító tagjaként, a világ számos egyetemén tanító professzorként elévülhetetlen érdemeket szerzett városunknak. Köszönet, köszönet érte. Boldogkői Zsolt kérlelhetetlenül harcol a tévhitek ellen, márpedig abból bőségesen jutott nekünk, nem csak az elmúlt 2 évben, amióta a járvány kitört. Az Orvosi Biológiai Intézet vezetője gondoskodik róla, hogy a tudomány fontos eredményei hozzánk, laikusokhoz is eljusson. Nevét a járvány idején az egész ország megismerhette bátor kommunikációjának köszönhetően. Azért mondom, hogy bátor, mert az igazságot nem mindenki szívleli és fogadja örömmel. Boldogkői Zsoltot azonban mindez nem tántorítja el attól, hogy minden magyar ember egészségért dolgozzon, kutatóként és közéletű szereplőként is. Hálásak lehetünk neki konok bátorságáért, a téveszmék elleni sokszor magányos harcáért. Köszönet, köszönet értem. Szeri István igazi reneszánsz ember, aki nem csak a Tisza-Volán korábbi vezérigazgatójaként,
valamint a Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnökeként alkotott maradandót, de a szegedi civilek világában, a szegedi sportban és kulturális életben is rendkívül fontos szerepet tölt be a mai napig. Az első környezetbarát gázüzemű autóbuszt ő indította útjára Szegeden, ő a Szegedi Jazz Fesztivál és a Lions Club alapítója, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pártfogója. Köszönet, köszönet értem. A Szegedi Nemzeti Színház a kortárs és klasszikus drámairodalom egyik legfontosabb műhelye az országban. Ez pedig annak köszönhető, hogy olyan kiváló színészeink vannak, mint amilyen Szilágyi Anna Mária, aki alakításaival rendre kivívja a nézők rajongását. Legyen szó végjátékokról vagy tragédiáról, Szilágyi Anna Mária mély emberismerettel, a közönséget megindító átéréssel játsza szerepeit már évek óta. Köszönet! Köszönet érte. Keresve is nehéz lenni talán, olyan embert, aki többet tett volna Dorozsva történetének és hagyományainak megörökítéséért, mint Deli Albin. Saját otthona is helytörténeti emlékek és tárgyak különleges gyűjtőhelye, egy igazi múzeum volt. Ezt a különleges örökséget özvegye és gyermekei viszik tovább. Köszönetet mondok a családnak, hogy nem csak Dorozsma, hanem Deli Albin emlékét is méltó módon őrzik tovább. Köszönet, köszönet érte. Kedves szegediek, tisztelt ünneplők, mi Szegeden mindig is a teljesítményben és a tudásban hittünk. Mert meggyőződésünk, hogy az igazi erő a közösségben, a közösség összefogásában rejlik. Azt gondolom, ez a szegedi siker titka. Ezért van az, hogy bármilyen kihívás is éri városunkat, mi mindig megerősödve kerülünk ki belőle. Városunk és közösségünk szabadságáért, sikeréért minden nap megharcolni. Elődeink, akik 303 éve nagy küzdelmek árán kivívták városunk szabadságát, ma büszkén tekinthetnek ránk. Az elmúlt két év nehézségeit hátunk mögött hagyva mindannyian megérdemeljük, hogy végre önfeledten együtt ünnepelhessük városunkat. Boldog születésnapot, büszke, szép, szabad Szeged! 2-től 2014-ig a kommunikáció és médiatudományi tanszéket vezette, utóbbi létrejöttében a kommunikáció szak megszervezésében hatalmas szerepe volt a 90-es években. 2014-től 3 éven át a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. 1984 óta az irodalomtudományok kandidátusa, 2004-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Fiatal kutatóként kezdett Csárk Gézával foglalkozni. 2019-ben jelent meg a Csárk Géza Élete és Munkái című monográfiája, amelyről az Élet és Irodalom így írt. Régi módi műfaj és korszerű megszólalás, írói életrajz és irodalmi olvasás, szakmai éles látás és szélesebb közönséghez szólás kettős szorításában próbál egyensúlyra lelni. Szajvéli Mihály 2018-ban megkapta a Szegedért emlékért. 4 felnőtt gyermeke van, felesége Gyimesi Tímea, aki a Szegedi Egyetem francia tanszékének a vezetője. És most fogadják szeretettel Frank Sinatra híres dalát, a My Way, Szélpál Szilveszter énekművész és a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényel Gyüdi Sándor. I traveled each and every mile.
genetikus, immunológus, tudományos pályáját a Fővárosi Orvos Egyetem Straube Bruno akadémikus vezette Orvosi Vegytani Intézetében kezdte. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont alapító tagja, nyugdíjazásáig dolgozott az SBK Biokémiai Intézetében, közben kutatott az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban és Japánban. 1995-től a Szegedi Tudományegyetem professzora, előbb az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetben dolgozott, majd az Orvosi Biológiai Intézetet vezette. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, Szeged mellett oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a franciaországi Angers-i, valamint a csíkszeredai, a kolozsvári és a marosvásárhelyi egyetemeken. A széles nyilvánosság a pandémia idején ismerte meg a nevét. Folyamatosan a megbízható oltások fontossága mellett érvel. Igyekszik felhívni a figyelmet a megelőzésre és az egyéni felelősségre. Felesége Borsodi Anna neurokémikus, Ernő fia cégvezetőként, lánya Éva koreográfusként, rendezőként dolgozik. Gratulálom! A tudatlanság gyakran harsány és uralkodni akar, vallja egy interjúban Boldogkői Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár. Gödöllőn, Budapesten, Philadelphiában és Bonnban is dolgozott, mielőtt 2003-ban a Szegedi Orvosi Biológiai Intézet munkatársa, majd 2008-ban vezetője lett. Számos jelentős tudományos publikációja mellett 2012 óta elsősorban azzal szerzett magának országos hírnevet, hogy a médiában és konferenciákon rendszeres ismeretterjesztő tevékenységet folytat az áltudományos nézetekről. Azt mondja, a tudományt egyre nehezebb megérteni, és ezért egyre inkább nő azoknak a száma és aránya, akik nem hajlandók erre. Nézeteit a koronavírus világjárvány kezdete óta a COVID-19 kapcsán is számtalanszor ismertette, a pandémiáról szóló híradások napi szereplője lett. Fáradhatatlanul értékeli a járvány aktuális helyzetét, érvel az oltások és a védekezés fontossága mellett, miközben az általa is oktatott sejt és molekuláris biológia új irányokat nyithat a gyógyításban. Két gyermeke van, Gergely 28, Miklós 24 éves. Gratulálok! Elismeréseként Szegedért emlékérem elismerésben részesül Szilágyi Anna Mária színművész. Mondja Szilágyi Anna Mária színművésznő, aki már gyerekkorában elhatározta, a színpad lesz az élete. Érettségi után kenyeret árult szülőfalujában, gyors és gépíró tanfolyamot végzett, de az álmáról nem tett le. Végül a békéscsabai Jókai Színháznál szerezte meg színészi bizonyítványát 2002-ben. 2004 óta a Szegedi Nemzeti Színház legtöbbet foglalkoztatott vezető színésznője. Az Ankónai szerelmesek volt az első darab, amelyben megismerte a szegedi közönség, azóta számtalan emlékezetes szerepben láthattuk már. Eddig 7-szer nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Dömötör díjat. Tehetségét nem csak színésznőként, hanem rendezőként is bizonyította, nyaranta a Városháza udvarán bemutatásra kerülő színdarabok mindig nagy sikert aratnak. A drámai szerepeket jobban szeretem, mint a vígjátékokat. Mindenki azt várja el tőlem, hogy nevessek és szórakoztassak. A mélységeket és a sok keserűséget azonban, amelyek az ember élete során felhalmoz, a drámákban lehet jól hasznosítani. Vallja Szilágyi Anna Mária. Gratulálok! A megyei kereskedelmi és iparkamara tiszteletbeli elnöke, a Tisza-Volán ZRT volt vezérigazgatója. Jogász végzettsége megszerzése után azonnal a Tisza-Volánnál helyezkedett el Szeri István, akinek szinte az egész pályafutása a közlekedési vállalathoz kötődik. Jogi előadóként és kereskedelmi osztályvezető helyettesként is dolgozott, mielőtt a marketing osztály vezetésével bízták meg. 1990-ben aztán igazgatóvá nevezték ki, 3 évvel később az akkori Tisza-Volán RT vezérigazgatója lett. A gazdasági mutatók alapján a vállalat, amelyet 2012-ig irányított, hamarosan a 24 magyarországi Volán Társaság élmezőnyébe került. Gyakorlati munkája mellett a felsőoktatásban is részt vesz, 1998 óta, mint óraadó címzetes egyetemi docens.
Napi munkája mellett 1994 és 2000 között az Országos Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, 14 évig a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A Szeged első Lions Club alapító elnöke volt 2001-ben, számos karitatív munkában vesz részt. Sportvezetői tevékenységét több mint 30 évig végzett, mint a Tiszavolán Sportklub társadalmi elnöke, jelenleg elnökségi tagja. 44 éve házas. Felesége dr. Szeri Istvánné Ibolya, óvónő, az Egyetem Pedagógus Képző Karának mesteroktatója volt nyugdíjazásáig. Fia Marcel mérnök, egy unoka Patricia boldog nagypapája.